Van egy ősrégi módszer az élelmiszerek elsősorban zöldségek tartósítására, mesterséges tartósítószerek és adalékanyagok nélkül. Ez a fermentálás, nem kell hozzá más, csak víz, só és néhány fűszer, valamint persze zöldségek. Az eredmény pedig nem csak roppanós és finom, hanem vitamindúsabb, mint nyersen. Az emésztő rendszerünk pedig igencsak meghálálja. Cukkini, brokkoli és sárgarépa. Ezeket a zöldségeket fogom fermentálni Kautsky szemük Adrien természetgyógyász vezénylete alatt. A fermentálás sem főzést, sem cukrot, sem citromsavat és ecetet sem igényel. Kizárólag a zöldség felületén megtalálható jótékony baktériumok végzik a munkát. A növények felszínén rengeteg jó baktérium él. Alapvetően a laktobacillus fajták azok, akik jók, és azáltal, hogy ezt a technológiát, a fermentálást végrehajtjuk, tulajdonképpen az ő segítségükkel tudunk egy savanyítási, elraktározási folyamatot elindítani. Akkor lássunk is neki. A zöldségeket először is megpucoljuk. Ezután tisztára mossuk. Félbevágod, és utána hosszába. Jó? Oké. Tehát mondjuk 4-be vagy 6-ba. A fermentálással olyan baktériumok fognak felszaporodni és a szervezetbe bekerülni, amelyek pozitívan támogatják az emésztőrendszerünket. Ma nagyon sok szó esik arról, hogy a mikrobiomnak a jelentősége, magyarul az emésztőtraktusban élő baktériumoknak a jelentősége, mennyire fontos az egész szervezetünk működése szempontjából. Nem csak az emésztésünket, de az egész neuroendokrin rendszert képesek befolyásolni. A fermentált zöldségek nem csak megőrzik a vitamintartalmukat, hanem a tejsavas erjedés során további vitaminok és tápanyagok szabadulnak fel. Ezek a jótékony baktériumok előemésztik nekünk az ételt. Tehát például azok, akinek refluxbetegsége, vagy bármilyen emésztési problémája van, annak azért tudom jó szívvel ajánlani, mert például a cellulóz tartalmú zöldségeknek a falát nagyon szépen megemészt, és egyáltalán nem fognak puffadni azoktól a dolgoktól, amit ő egyébként például egy káposztától elfogyasztása után órákig egy puffadás, teltségérzése van valakinek. A felszeletelt zöldségeket beletesszük az üvegbe, lehetőség szerint jó szorosan tesszük egymás mellé. Azért szükséges hozzá só, majd hangsúlyoznom kell, hogy jódmentes só, mert ugyanakkor a rothasztó baktériumokat, mert vannak azért jelen egy ilyen folyamatnál rothasztó baktériumok is, a só az, ami fertőtleníteni és eliminálni tudja. Tehát ő az, ami kontrollálja a folyamatokat. Amiért jódmentes sóra van szükségünk, az az, én általában vagy parajdi, vagy himalája, tehát mindenképp jódozatlan sót kell használnunk, mert a jód mit csinál? Fertőtlenít. A jód ki fogja ölni ebben az egész folyamatban azokat a baktériumokat is, aki nekünk dolgozik. A másik fontos, hogy klórmentes vizet használjunk, tehát az egyszerű csapvíz nem megfelelő. A sóoldat elkészítéséhez tisztított vizet fogunk használni, ugyanis a klór szintén fertőtlenít, tehát megint csak azokat a baktériumokat pusztítja el, aki nekünk dolgozik. Egy liter vízhez egy púpozott evőkanál sót adunk. Teszünk bele egy kis borókabogyót is. Nagyon fontos dolog, hogy egyrészt elfedje a víz, illetve hogy egy úgynevezett leszorítót használjunk. Erre nagyon sok mindent lehet. Régen az asszonyok köveket használtak hozzá, ugyanis ahhoz, hogy az oxigénmentes környezetet biztosítani tudjuk, ehhez a zöldséget lent kell tartani, és befedni vízzel. Ez egyébként a legfontosabb, ez a lelke a fermentálásnak, hogy amikor elkezdi majd pukisztatni az ember, mert ahogy napról napra elindul ez az erjedési folyamat, elkezdenek gőzök, gázok keletkezni, és ezt állandóan rendszeresen ki kell engedni belőle. A gőzzel együtt víz is távozik, ezt vissza kell pótolni, hogy biztosítsuk az oxigénmentes környezetet. Az elkészült üvegeket 20-22 fokon kell tárolni, naponta nyitogatni, és nagyjából 1-7-10 nap alatt el is készül a fermentált zöldség. Fermentálni mindent lehet. Talán a nagy leveles zöldségeket nem, meg a nagy, extrém magas fehérjetartalmú zöldségeket nem, de egyébként bármit, káposztát, hagymát, cukkinit, brokkolit, bármit.
A fermentált zöldségek végtelen variációinak csak a fantázia szab határt. Lehet enni húsokhoz, savanyúságként, hideg ételekhez, meleg étel mellé, egy szóval bármihez. Ezzel az eljárással egy egyszerűen elkészíthető adalék- és tartósítószermentes ételt kapunk, ami amellett, hogy finom, kifejezetten egészséges.